A mai videóban a jó és rossz emberekről szeretnék beszélni, arról, hogy mi a különbség jó és rossz emberek között. Így, ha nem szeretnél lemaradni erről, akkor tarts velem! Ha úgy lennél a csatornán, engem Vivinek hívnak, és azért vagyok itt, hogy segítsek neked emlékezni az erőre, ami benned lakozik. Az erőre, ami mindent képes megváltoztatni. Az elmúlt időszakban elég sokszor szóba került az elengedés, az, hogy megbocsássunk másoknak, és hogy ez miért is olyan fontos. Azonban pont emiatt nagyon sokszor találkoztam azzal, hogy én hogyan is bocsáthatnék meg valakinek, amikor ő egy rossz ember, rossz dolgokat tett, megbocsáthatatlan tetteket követett el ellenem. Itt állj meg egy pillanatra, és gondolj bele abba, hogy mi is pontosan az, hogy valaki rossz vagy jó ember. Lehet, hogy vannak helyes és helytelen cselekedetek, azonban nincs olyan, hogy rossz és jó ember. Miért teszel különbséget az emberek között, amikor pontosan ugyanazt éltet téged, mint azt a személyt, akire te most azt mondtad, vagy akiről úgy gondolod, hogy ő rossz? Ugyanazt tesz titeket élővé. Ugyanaz a tiszta szeretet éltet minden egyes embert. Azonban ez nem változtat azon a tényen, hogy igen, vannak helyes és helytelen döntések, azonban nem úgy kéne nézni az embereket, hogy ki jó és ki rossz. Hiszen, hogyha különbséget teszel közöttük, akkor hogyan is bocsáthatnál meg, vagy hogyan is szerethetnél őszintén mindenkit? Az, hogy megbocsátasz, az, hogy a szeretetet választod, nem azt jelenti, hogy a cselekedet, amit valaki tett, helyes lesz. Attól nem lesz egy helytelen cselekedet helyes, csupán azért, mert te megbocsátasz, és úgy döntesz, hogy a szeretetet választod. Azonban te elengeded azokat a korlátokat, azt a feszültséget, ami benned van és folyamatosan visszatart. Hiszen, hogyha valakire haragszol, hogyha valakiről úgy gondolod, hogy ő rossz ember, akkor ezek a gondolatok, ezek az érzések csupán téged mérgeznek, nem a másik szemét. Igen, vannak olyan személyek, akik elkövetnek olyan dolgokat, amik nem helyesek. Azonban valaha megvizsgáltad azt, hogy vajon miért teszik ezt? Nem, nincs kifogás azokra a dolgokra, azonban nem rossz, hogyha az ember átlátja, hogy pontosan az olyan személyek, akik elkövetnek rossz dolgokat, miért teszik azt. Nem is olyan régen, amikor megnéztem a legutóbbi Joker filmet, pontosan ez fogalmazódott meg bennem, hogy lehet, hogy az illető olyan tetteket követett el, ami nem helyes. Azonban beleláthattunk abba is, hogy ő miért tette. Nem azért, mert ő megkapta, mert ő megtapasztalta azt, hogy mi a szeretet. Nem tudta, hogy mi ez a szeretet. Ő úgy gondolta, hogy a számára a legjobb döntéseket hozza meg minden egyes pillanatban. Helyes volt ez a döntés? Nem. De attól ő rossz ember, vagy csak egy olyan ember, aki nem tudja, hogy mi ez a szeretet, és aki maga is boldogtalan. Hogyha valaki árt másoknak, hogyha valaki helytelen cselekedeteket tesz, azt nem azért teszi, mert neki ez jó érzés. Aki másoknak árt, aki másokat kritizál, aki másokat bántalmaz, ő maga sem boldog. Ő maga sem a szeretetben él, hiszen aki boldog, nem fog kárt tenni másokban. A szeretet, amit nagyon sokan gondolnak, amit szeretetnek gondolnak nagyon sokan, és úgy hiszik, hogy ez az igaz szeretet, egy tanulható dolog. Hogyha azt látod, hogy anya minden egyes reggel kávét visz apának az ágyba, akkor kialakul benned az a kép, hogy anya azért teszi ezt, mert szereti apát. Azonban, hogyha azt látod, hogy apa minden nap elmegy anya mellett, és belerúg, megcsípi, valamivel piszkálja, és azt mondja apa, hogy hát de én csak szeretem, és azért teszem ezeket, akkor pontosan ez a kép fog benned kialakulni a szeretetről. Azonban ennek nincs sok köze az igaz szeretethez, ahhoz a szeretethez, amit téged éltet belülről, amit téged élővé tesz. A kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Tehát van egy olyan szeretet, ami tanulható, és van egy olyan szeretet, ami mindent éltet. Téged is, és azt a szemét is, akire te haragszol. Tehát mi lenne, hogyha az elmédből kilépnél, és megtapasztalnád azt, aki tényleg vagy? Megélnéd ezt az igaz szeretetet, és akkor nem tennél különbséget ember és ember között, élőlény és élőlény között. Az a fajta szeretet nem válogat.
nem válogat, hogy ki jó és ki rossz, kinek milyen a bőrszíne, ki nő és ki férfi, ki állat, ki ember, nem válogat, csak szeret. Minden egyes élő dolgot elfogad úgy, ahogy van, ez maga a szeretet. Megéli azt, hogy ő kicsoda, megéli önmagát. Ne válogass, hogy kit szeretsz és kit nem. Igen, lehetnek olyan személyek, akik ártottak neked, úgy gondolod, hogy ártottak. Elkövettek veled olyan dolgokat, ami nem helyes. Azonban lehet, hogy mielőtt idejöttél, pontosan ezt az utat választottad magadnak azért, hogy te most ebben a pillanatban az az ember lehess, aki vagy. Lehet, hogy nem volt könnyű a múltad, azonban, hogyha belegondolsz, egy nehéz múlt elég erőssé tudja tenni az embert. Én nagyon sokszor megkaptam azt már, hogy nekem nehéz a múltam, milyen sok dolgon keresztül kellett mennem, ami nem megszokott. Én, hogyha visszanézek a múltamra, nem látom azt, hogy nekem milyen nehéz lett volna a helyzetem. Igen, voltak olyan helyzetek az életemben, ami nem biztos, hogy a legfelemelőbbnek mondható, azonban pont ezeknek köszönhetem azt, hogy most itt vagyok és az vagyok, aki. Lehet, hogy nem volt könnyű, de mindenki a saját maga nehézségeivel néz szembe. Mindenkinek más lesz a nehéz. Lehet, hogy valakinek az lesz a nehéz, hogy az édesapja elhagyja. Lehet, hogy valakinek az lesz a nehéz, hogy erőszak áldozatává válik. Lehet, hogy valakinek az lesz a nehéz, hogy elveszít egy babát. Mindenkinek más lesz az, ami számára nehéz. Nem tehetünk különbséget a között, hogy kinek mi és mennyire fáj, hiszen nem tudhatjuk, hogy pontosan kinek mi jár a fejében, kiben milyen érzések vannak. Nem tudhatod, hogy ez a személy, aki elkövette veled azt, amit tett, amiért te annyira haragszol, ő azt miért tette. Nem tudhatod, hogy ő mit tapasztalt kiskorában, hogy ezt hogy élte meg. Lehet, hogy tudsz valamit egy gyerekkoráról. Azonban pontosan soha nem fogod tudni, hogy mi zajlik a fejében, és hogy miért hozza meg azokat a döntéseket, amiket meghozott. Hosszú éveken keresztül én is haragudtam édesapámra azért, mert eltűnt. Azért, mert úgy döntött, hogy magamra hagy, és kilép az életemből. Aztán rájöttem arra, hogy nem is biztos, hogy neki ez olyan könnyű volt. Lehet, hogy valami történt. Lehet, hogy engem szeretett volna ezzel megvédeni. Lehet, hogy ezt tartotta abban a pillanatban a legjobb döntésnek, de az is lehet, hogy pontosan azért cselekedett így, mert ő is szülők nélkül nőtt fel, és neki ez volt a normális. Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy mi volt az oka, tehát miért is haragszom. Csupán azért, ami a fejedben kialakult kép valakiről, vagy csupán azért, mert valamit tett, amit te helytelennek tartasz, ne ítéld el, és ne haragudj rá. Hiszen nem tudhatod, hogy miért tette meg azokat a dolgokat. Nem tudhatod, hogy pontosan milyen élete volt. Elfogadhatod azt, ami már megtörtént, hiszen megváltoztatni már nem tudod. Megbocsáthatsz ennek a személynek, elengedheted a múltat, meggyógyíthatod a saját sebeid, és így boldogabban tudsz tovább menni. Hiába haragszol valakire azért, amit megtett. A dolgot, ami megtörtént, már nem tudja semmissé tenni. Azonban, hogyha elengeded azokat az érzéseket, azokat a sérelmeket, amiket magaddal hordozol, akkor neked lesz könnyebb dolgod. Attól, hogy valakire haragszol, az rá nem sok hatással lesz. Viszont rád annál inkább. Téged fog mérgezni, és a te életed fogja nehezíteni. Egy olyan személy megnehezíti az életed, akire haragszol, és akit nem is szeretnéd, hogy az életed része legyen tovább, akkor mi lenne, hogyha elengednéd végre azokat az érzéseket is, és így tényleg tovább tudnál lépni? Nincsenek jó és rossz emberek. Ugyanolyanok vagyunk, mint. Csak valakit így kondicionáltak, valakit pedig úgy. Valaki ilyen programokat kapott, valaki olyan programokat kapott. Hogyha valaki egész életében az önzetlen szeretetet tapasztalja, soha nem lát semmi olyan dolgot, hogy valaki árt a másiknak, az nagy valószínűséggel nem is fog ártani másoknak, hiszen ezt a szeretetet tapasztalta, és azt is fogja továbbadni. De minden egyes embert egyetlen egy pillanat választ el attól,
hogy megőrüljön, vagy éppen, hogy valami rossz dolgot tegyen. Vagy a te szádat soha nem hagyta még el azt, hogy ezt most úgy megbosszulnám, most úgy megölném. Dehogy nem. A legtöbb ember, amikor mérges, dühös, olyan dolgokat képes mondani, amiket nem gondol komolyan. Azonban vannak olyan emberek, akik nem kapták meg azt a szeretetet, amit akár te, akár én, és így elkövettek olyan dolgokat, ami helytelen. Azonban, hogyha valaki tényleg megbánta mondjuk azt a dolgot, és tényleg megváltozott, akkor nem érdemel bocsánatot. Ne te hozd meg az ítéletet. Ne te döntsd el, hogy ki mit érdemel. Ebben az univerzumban minden egyes döntésnek megvan a maga következménye. Tehát az, aki helytelen dolgokat tesz, annak meg lesz a következménye. De nem általad. Na te akar bíráskodni. Azt majd az univerzum megteszi. Mindenki meg fogja tapasztalni azt, amit érdemel. Mindenki megkapja azt, amit érdemel. Mivel szabad akarat van. Így mindenki saját maga hozza meg a döntéseket. Lehet, hogy azt teszi, amit szeretne. Lehet, hogy azt teszi, amire úgy gondolja, hogy mások kényszeríteni akarják. Vagy úgy érzi, hogy ezt kell tennie. De te döntöd, te döntesz, te hozod meg a döntéseket. És a döntéseknek mindig lesznek következményei. Hogyha tudatosan éled az életed, akkor pontosan tudni fogod, hogy mit fogsz tapasztalni. Hogyha helyes döntéseket hozol, ami téged és másokat is szolgál, akkor pontosan tudod, hogy olyan eredményeket fogsz kapni, ami téged és másokat is szolgál. Azonban, hogyha olyan döntéseket hozol, ami árt másoknak, akkor pontosan tudod, hogy téged sem fognak támogatni, hanem a döntéseidnek meg lesz a következménye. Tehát ne gondolkodj azon, hogy ki jó és ki rossz. Nincsenek jó és rossz emberek. Lehet, hogy úgy gondolod rólam, hogy jó ember vagyok, de nem tudod, hogy milyen rossz dolgokat követhettem el a múltban. Lehet, hogyha megtudnál bizonyos dolgokat az életemről, megváltozna rólam a kép. Csupán az elmédben van egy kialakult kép, ami alapján te eldöntöd, hogy valaki jó vagy rossz. Lehet, hogy valaki folyamatosan helytelen döntéseket hozott egész életében, és ezért a rossz embernek tartod. Aztán megismered a történetet, és rájössz arra, hogy valaki kényszerítette erre, vagy a családjáért döntött úgy, ahogy döntött, akkor rögtön jó emberré válik. Mi változott? Csupán a fejedben kialakult kép az illetőről. Tehát mi lenne, hogyha nem ítélkeznél? Mi lenne, hogyha nem gondolkodnál azon, hogy ki rossz és ki jó? Mi lenne, hogyha azzal foglalkoznál, hogy mi a helyes és mi a helytelen a saját életedben? Neked nem dolgod mások felett ítélkezni, bosszút állni, haragudni, hiszen ez nem a helyes út. Nem a te dolgod. Engedd el, bocsáss meg, foglalkozz a saját érzéseiddel, fejleszd saját magad, és ezzel fogod elérni azt, amit szeretnél, hogy te és a környezeted is boldog lehessen. Hogy megtapasztalhass azt a szeretetet, amit megéri megtapasztalni. Azt a szeretetet, ami mindent éltet, ami mindenkit összeköt. Hagyd magad mögött az ítélkezést és a haragot, a bosszút. Értelmetlen mind. Ha valaki árt neked, árt a családodnak, és te ezért úgy döntesz, hogy te is ártasz neki vagy a családjának, azzal csak egy ördögi körbe kerülsz bele, hiszen akkor utána ők is bosszút akarnak állni a te családodon, és fordítva. Mi lenne akkor, hogyha végre elengednéd a negatív érzéseket, a haragot, és felülkerekednél a helyzeten, ha megmutatnád, megtapasztalnád azt az érzést, ami mindenkiben ott van. Csak szükséges elhagyni az elmét. Szükséges túllépni az elmén ahhoz, hogy ezt megtapasztalt. Nincsenek jó és rossz emberek. Döntések vannak, amiket meg tudunk hozni. De ne a másik ember döntéseivel törődj, hanem a saját döntéseiddel. Így teremtheted meg azt a valóságot, amit szeretnél tapasztalni.
Ennyi volt már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki eddig támogatta a csatornát. Ha te is szeretnél hozzájárulni a csatorna fejlődéséhez, a videó alatti leírásban megtalálod a linket, ahol megteheted. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy ma is velem tartottál. Legyen csodaszép napod, és sikeres teremtést!